Önök a képviselői fogadóórát, a Pécs TV interaktív fórum műsorát látják. Jó estét kívánok! Rendszeres nézőink már jól tudják, műsorunknak az a célja, hogy a pécsi polgárokat beavassuk abba a munkába, ami a közgyűlésben és annak bizottságaiban folyik, és bevonjuk a nézőket a várost érintő döntések előkészítésébe is. Ennek módja az részünkről, hogy minden kedden este 8:30-9 a stúdióba invitáljuk a közgyűlés két-két tagját. Önök pedig rajtunk a Pécs TV-n keresztül elmondhatják nekik véleményüket, illetve kérdezhetnek tőlük telefonhívás, SMS üzenet vagy e-mail formájában. Ma este is két vendégünk lesz, Molnár Ferenc úr, a 3-as és Sík László Lajos, a 4-es számú választókerület képviselője. Ezúttal tehát főleg az Üszögön és a keleti városrészben élő kérdéseit, észrevételeit várjuk, de persze hozzászólhat műsorunkhoz bárki, akinek véleménye van, vagy kérdezni szeretne a képviselő uraktól. Hívjanak minket, kérdezzenek velünk, tegyék meg észrevételeiket, elérhetőségeinket a képernyőn látják, a műsor folyamán többször fel fogjuk ott majd tüntetni őket, de most is elmondom önöknek élőszóban is. A 72-es körzetszám után az 510-008-as és az 510-009-es a két telefonszámunk. SMS-t a 30-as körzet 30-30-140-es számra küldhetnek, és van egy e-mail címünk is, a forum@pechtv.hu. Mindenek előtt azonban kérem, nézzük meg együtt azokat a bemutatkozó összeállításokat, amelyeket vendégeinkről készítettünk még annak idején, 2006 őszén. Elsőként lássuk a Molnár Ferencről és választókerületéről készült anyagot. A 3-as számú egyéni önkormányzati választókerületben csaknem 6000 választópolgár él. A területet északról a Hársfa utca és a Fejérhegyi víztorony, keletről az Andrássy utca, délről a Hatos út, nyugatról pedig az Enger János út határolja. A választókerület szavazópolgárai ebben az önkormányzati ciklusban is Molnár Ferenc MSZP-s képviselőnek szavaztak bizalmat. És ez lenne a felső szint tárgyalóval, irodával és a többivel. És ez egy galéria. Ilyen lesz a Pákolic István Közösségi Ház Pécs messzesen. A több millió forintos beruházás révén teljesen megújulna az ingatlan, itt kapna helyet a Bányász zenekar és számtalan civil szervezet. A tervekbe Molnár Ferenc avatta be a Pécs TV stábját. Az MSZP-s politikus már második alkalommal nyert mandátumot a helyhatósági választáson, a 3-as számú egyéni választókerületben. Molnár Ferenc, aki egyébként a Népjóléti Bizottságban is helyt kapott, úgy gondolja, a közeljövőben Pécs egyik legdinamikusabb fejlődő területe lesz a keleti városrész. Vannak olyan tervek is, amik nagyon előre haladott állapotban vannak. Ilyen például a Csokonai Vitézmáj általános szakiskola, ismertebb nevén a Meszesi iskolának a rehabilitációja, rendbetétele bővítése. Ez egy 1 milliárdos program. Ami még előre haladott állapotban van, az a Névtán utca sport központ, vagy rekreációs központ, ahogy mostanában mondják. Ehhez kapcsolódik a Kodály Zoltán gimnáziumnak a felújítása, ez egy 1,8-2 milliárdos program. Molnár Ferenc 1954-ben született Pécsett, bányaipari technikus, de elvégezte az egyetem politikus képzőjét is. Véleménye szerint fontos, hogy folytatni kíván számtalan már elkezdett projektet. Ilyen a tömbház rehabilitációs program, melynek keretében a régi épületek a működő tőke bevonásával újulnak meg. A képviselő szerint a játszóterek EU szabvány szerinti átalakításáról sem kell lemondani a közeljövőben. Önök tehát a Pécs TV képviselői fogadóra című interaktív fórum műsorát látják. Szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Molnár Ferenc és Sík László Lajos urakat. Molnár Ferenc úr a 3-as számú egyéni választókerület MSZP-s képviselője, Sík László Lajos úr pedig a 4-es számú választókerület szintén MSZP-s képviselője. Kezdjük Molnár úrral. Ön ugye nem első alkalommal nyert mandátumot, hanem második alkalommal a 3-as számú egyéni választókerületben. Picit utazzunk vissza a múltban, az időben. Annak idején, amikor aktív közéleti politizálásra adta a fejét, akkor mi motiválta és miért éppen a Szocialista Pártot választotta ehhez? Hát a pártválasztás az nagyon egyszerű volt. Én ugye bányász voltam, tehát én nekem igazából munkás kötődéseim vannak, és azt gondolom, hogy a szociáldemokrata értékek azért álltak hozzám egy kicsit közelebb. Ami motiválta azt, hogy én közéleti szerepet vállaljak, az elsősorban az volt, hogy úgy éreztem, hogy egy kicsit megállt a világ ezen a volt bányász településen, és azt gondoltam végig, hogy kellene egy jó program, amivel ki tudnánk mozdítani ebből a nulla pontból a területet, és úgy gondoltam, hogy én ezt el tudom indítani, és van egy ilyen programom. 98-at írunk ekkor? Tehát amikor az aktív közéleti szerepvállalás ötlete felmerült önben. A Népjóléti Bizottság tagja is, ez milyen plusz feladatokat jelent? Gondolom, hogy a szociális érzékenység, tehát a bányász millióból érkezés is e felé, a terület felé irányíthatta.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez a nagy plusz munkát nem felel, hiszen otthon mozgok ebben a világban, tehát ismerem ezeknek az embereknek a problémáik, hiszen a városnak ez a területe egy olyan leszakadó városrész, ahol ezek a problémák halmozottan jelentkeznek, ugyanakkor egy olyan városrész, ahol a közösség élet az nagyon élénk, nagyon aktív, és a közösségek jól dolgoznak együtt, és jól közvetítik ezeket a problémákat, és azt gondolom, hogy az érdekeiket is jól képviselik. De talán ez össze is függ, ez a két látszólag ellentmondó dolog, amit ön úgy fogalmazott, hogy ugye némiként leszakadóban lévő városrészről van szó, bár a tervek nyilván a felzárkóztatásról szólnak. Tehát ahol jól mennek a dolgok, és mindenki elégedett a saját kis privát szférájában is, ott nem biztos, hogy érdekérvényesítés céljából kisebb közösségek összefognak, és a problémáikat közösen mondják el, annak közösen adnak hangot. Ez így igaz. Mindezzel együtt, hogyha most nem csak a keleti városrészt, vagy szigorúan véve a hármas számú választókerületet nézzük, hanem az egész várost, a szociális szféra oldaláról nézve, akkor hol mondhatjuk azt, hogy büszkék lehetünk, és mi az, amire nem lehetünk annyira büszkék, esetleg szégyelhetünk a szociális téren? Hát ez nem... mozgalmas időszak áll mögöttünk. Ez egy mozgalmas időszak, igen. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arról, hogy elkezdtük a szociális intézmény rendszerünk átszervezését, aminek az alapfilozófiája az, hogy egy kicsit jobb, komplexebb szolgáltatást nyújtsunk a szociális szférába, állítsuk startvonalra az embereket, illetve az idősebb embereket hozzuk egy olyan helyzetbe, hogy minél tovább az otthonukban és teljes életet tudjanak élni, hiszen azért az egy fontos cél, hogy ne minél előbb betegyük mondjuk az idősebbeket egy intenzív ellátó rendszerbe, ahol nincsenek neki feladatai, nincsenek neki napi dolgai, ami egy kicsit életbe tartaná őket. A startvonalra állítás az pedig azért lényeges, hogy ezek az emberek megtanuljanak egy kicsit öngondoskodni, tehát megtanulják azt, hogy ebben az új társadalmi szituációban, hiszen azért a rendszerváltás az nem volt túl messze, és ezeknek a leszakadó rétegeknek tulajdonképpen még eddig nem sikerült megtanulni ezeket az új túlélési stratégiákat, ezeket az új követelményszinteket, amit ez a egy kicsit tőkés, egy kicsit globalizált, egy kicsit dinamikusabb világ diktál. Hát ez majd mindkettőjükhöz fog szólni ez a kérdés. Szerintem emellett nem megyünk el a hátralévő bő 50 percben, hogy ugye komoly viták folynak most, és nem csak Pécsett, sőt nem csak Magyarországon, hogy a települési önkormányzatoknak, illetve a kormányzatoknak hol húzódik a felelősségük a szociális szféra tekintetében, hiszen egyre gyakrabban elhangzik ez a szó, hogy bizonyos feladatokat, bizonyos funkciókat ki kellene szervezni. És ebben én úgy látom egyébként, majd ebben javítsanak ki, hogyha ha tévedek, hogy Pécsett, a Várost Irányító Koalíció és az ellenzék is egyetért, hogy bizony a város akár, még ha jól is menne neki a dolga, tehát hogyha lenne erre működő tőke, akkor sem bírna a szociális feladatokat, ahogy egy város sem bírja ezt. Sokkal jobb kézben lennének azok bizonyos civil egyesületek ellátása mellett. Jó, erre ezt csak témafelvetésként mondtam. Vissza önhöz. Az iménti riport ugye 2006. októberében készült, és láthattuk, hogy mik voltak a tervei elképzelései akkor. Hogyha az egy tízes skála a terv, a megvalósítás az egy hanyas skálán írható le. Tehát a tízből hány teljesült? Hát én azt gondolom, hogy mondjunk 8-at, mert ugye 100% sincsen, tehát aki tervezéssel és programokkal, projektekkel foglalkozik, azt tudja, hogy probléma, hiba mindig van. Én azt gondolom, hogy ennek a programnak az az erőnye, hogy folyamatosan tudunk benne előre haladni. Tehát ez nem egy rövid távú program volt, hanem ezt pontosan tudtuk, hogy ezt a programot úgy lehet megcsinálni, hogy ez ciklusokon átnyúlik, itt le van téve egy alap, és meg kell tenni az előkészítő munkákat, és el kell végezni azokat a konkrét feladatok, amik kellenek. Tehát meg kell művelni helyben a talajt, meg kell írni a pályázatokat, meg kell nyerni a helyi közösségeket, hiszen ezek a programok arra épültek, hogy a helyi közösségeknek, illetve a helyi társadalomnak mik az igényei. Ennek a programnak az előkészítésénél
Most legutóbb például csináltunk egy helyi Európa fejlesztési tervet, ez egy kicsit nagynak hangzik, de tulajdonképpen ennek az volt a lényege, hogy a helyi civil szervezeteket és a helyi közéletben aktív szerepet vállaló embereket megkérdeztük, hogy mik azok a hiátusok, mik azok a programok, amit szeretnének ők erre a területre behozni, mi az, amitől a területen az embereknek a komfortérzete egy kicsit jobb lenne, és ez alapján íródott, és ehhez vannak meg az előkészületek. Én úgy gondolom, hogy az első 4 év az arra volt jó nagy részt, hogy megtegyük azokat a lépéseket, amiben ezt a hosszú távú, illetve középtávú fejlesztési programot meg lehessen csinálni, tehát megvannak a tervek, már vannak megvalósult programok, és ezek hozzá vannak illesztve egyrészt a városi programokhoz, úgy az LKF-hoz, mint a pólus programhoz, és természetesen ennek az egésznek illeszkedni kell a nemzeti fejlesztési tervhez, és így tágabb értelemben azokhoz a programokhoz, illetve kérdésekhez, amit ugye az Unió is preferál. Tehát ezt azért igazán egy egészen tudatos csapatmunka építette fel, és úgy gondolom, hogy pontról pontról haladunk előre. Elnézést, ha már említett az LKF programot, az tudható ugye, hogy a közterek program keretében a Szondi sétány és a Fekete Gyémánt tér megújítása, amiről itt szó lehet. Területrehabilitációs program ön is említette, de én most az ön fejére olvasom azt az ígéretet, ami 2006. októberében hangzott el, hogy a tömbház rehabilitációs program ugye folytatása, ami akkor már folyt, illetve a játszóterek EU szabvány szerinti átalakítása. Ezt a kettőt ragadnám most csak ki. Ezek hogy állnak? Jó. Kezdjük nekem a fontosabb kérdése a tömbház rehabilitációs programra. Azt tisztán látszik, hogy ez egy olyan jellegű körzet, hogy érdekes módon a Komlói út egy választóvonala. Ami Komlói úton nyugatra van, az működik él, tehát ott a vállalkozók, a működőtőke az dolgozik és működik. A keleti oldalon viszont ez a rendszer nem áll, ez úgy tűnik, hogy ez az oldal kezdene lezökkenni. Most ugye lesz egy olyan program, hogy a városrészek szociális alapú rehabilitáció, amin azt próbáljuk megcsinálni, hogy ezt a keleti oldalt, ezt egy kicsit visszahúzzuk, és természetesen itt egy kicsit ki kell lépni a körzetből, mert most ugye az akcióterület az úgy lesz a tömbház rehabilitációban, hogy a Messzesi iskolától, vagy Csokarnói általános és szakiskolától a Hősök terék, tehát úgy mondanám, hogy a Szeptember 6 tér, a Korvin és a Frankella utca lesz érintett mondjuk egy blokkba, és itt próbálunk egy olyan helyzetet csinálni, hogy egyrészt fizikálisan megpróbáljuk rendbe tenni a területet, tehát az önkormányzati lakásokat felújítani, az épülethomlokzatokat, épületgépészeteket felújítani, és ennek lenne egy ilyen ESZE alapú, ugye az előbbi az egy ERFA alapú, tehát az Európai Regionális Fejlesztési Alapú Program lenne, a másik része pedig az ESZE alapú, az Európai Szociális Alapú Program, ahol viszont megpróbálnánk ezt a picit leszakadó réteget egy kicsit visszailleszteni a társadalomba, tehát itt lenne felzárkóztató program, lennének képzések, lennének munka, erőteremtési programok, tehát ott a helyi közösséget próbálnánk úgy, hogy tehát úgy megmozdítani, hogy felzárkóztatni, hogy ő is startvonalra tudjon állni és kiegyensúlyozódjon. Na most, hogyha itt beletesz, ez körülbelül a 300 milliós program a tervek szerint, természetesen ugye ezért ezt a pályázatot meg is kell nyerni, tehát akkor meg tudjuk mozdítani egy kicsit a területet, tehát a város itt teljesíti azt a feladatát, hogy egy kicsit felhúzza a területet, és akkor úgy gondoljuk, hogy itt bekapcsolható tulajdonképpen a vállalkozó szféra, a működő szféra, és akkor is, itt is elkezdődnek azok a folyamatok, hogy beépítik a tetőteret, és hozzá tudnak tenni. Tehát ha magában nem is piacképes, de egy kis támogatással piacképes lesz a terület, és képes lesz megújulni ez a terület úgy fizikális környezetében, mint társadalmilag. És hát a terület lakói is, ugye? Mert hát nem csak beruházás jellegű támogatásokra pályáznak önök, tehát nem csak arról szól a történet, hogy a járdák szebbek lesznek, az utak kevésbé kátyusak, hogy szebb padok lesznek kihelyezve, virágosítják a területet, hanem itt ezek a bizonyos szociális alapú beruházások, tehát ami az életminőséget, az ott élők életminőségét javíthatja, akár közmunkaprogramok, akár a kulturális élet területén. Mennyire partnerek az ott lakók ebben? Hát itt azért, mint mondtam, a civil szervezetek. Annak lehet ilyet kínálni, akinek igénye van rá.
mint mondtam, a civil szervezetek nagyon aktívak ebbe, és azért ebben volt egy előzetes sajátmérés is, és természetesen a program keresztéve én úgy érzem, hogy annyira aktívak, hogy ott toporognak, és alig várják oda, hogy oda menjünk, várják a feladatot, várják a segítséget, vannak ötleteik, ezeket összefésüljük az anyagi lehetőségekkel, és én azt gondolom, hogy itt el tud indulni ez a terület, és az a dinamikus fejlődés, amit elképzelek, az működhet. Úgy legyen, kedves nézőink, a mai képviselői fogadórában, tehát a 3-as és a 4-es számú önkormányzati választások előtt képviselői a vendégeink, tehát az Üszögi városrész és a Kereti városrész, szel kapcsolatos problémák, észrevételek azok, amikre főként várunk önökkel kapcsolatban, legyenek aktívak, mondom telefonszámainkat 510 008, illetve 510 009, küldhetnek nekünk rövid szöveges üzenetet a 30-as körzet 30-30-140-es számra, illetve aki internet hozzáféréssel rendelkezik, az e-mailt a forum@pecsteve.hu címre. Most pedig folytassuk másik vendégünk, Sik László Lajos bemutatkozó összeállításával, ez is még 2006. októberében készült. Az iskolafejlesztés, az ispaberuházás és a Szopjáné terv megvalósítása is szerepeltek akkor Sik László Lajos tervei között. A politikus harmadszor nyert mandátumot a városi közgyűlésben. A helyszín Üszög, ahol már tető alatt van a közösségi ház, ha minden jól megy, akkor december végére elkészülnek a munkálatokkal a szakemberek. Az 5,7 millió forintos beruházás csak egy a sok közül, ami megvalósul a 4-es számú önkormányzati választókerületben, mondja Sik László Lajos, a terület képviselője. A politikus hangsúlyozza, mivel a körzet központjában gyárváros áll, ezért a további fejlesztési lépéseket ott képzeli el. A Szibert Róbert általános iskola egyik épületének átalakításával óvodát is létrehoznának. Úgy gondolom, hogy a szellemi központ mindig az iskola köré csoportosul. Ezen a területen az óvodával együttesen, az elképzeléseink szerint 3 éves kortól 14 éves korig részt tudnak venni az oktatásban a gyermekek, nem csak a területen, a területen kívüliek is, és miután az óvodások közvetlenül be tudnak kapcsolódni az iskolának a programjában, a fejlesztések során a művészetoktatás, a nyelvi képzés már 3 évre előre hozható lehet. Az iskola igazgatónőjével, munkatársaival beszélgető politikus 59 éves nős, két gyermeke és két unokája van. 1994-ben lépett be a Magyar Szocialista Pártba, 98 óta önkormányzati képviselő. Tagja a Városfejlesztési Bizottságnak, a kommunálisnak pedig elnöke. Sik László Lajos elmondta, folytatni kívánják az ISPA programot, sőt a Szopjáné terv keretében számtalan utca, ilyen a sokak által jól ismert Fátyú utca is megújulna. A csaknem 6000 választópolgár érdekeit képviselő politikus leszögezte, a befektetők letelepedésének segítését is fontos feladatának tekinti. Köszöntöm tehát még egyszer a stúdióban Sik László Lajos urat, a 4-es számú egyéni önkormányzati választókerület képviselőjét az MSZP színeiben. Jó estét kívánok! Estét kívánok, szerkesztő úr! Amint hallhattuk is, 94 óta tagja az MSZP-nek. Ahogy Molnár úrtól, úgy öntől is megkérdezem, hogy önt mi irányította általában véve a politikai közéleti szerep vállalás felé, és mi az, ami miatt ezt fontosnak érezte, és beváltak-e ehhez fűzött reményei? Valójában én külföldön dolgoztam, Ausztriában, abban az időszakban, és ott ismerkedtem meg a szociáldemokráciának az alapelveivel, kiszélesítve azokkal a mozgalmi lehetőségekkel, amelyek Ausztriában közismertek voltak. Valójában hazaérkezve Magyarországra találkoztam Toller polgármester úrral, akkor még önkormányzati képviselővel, és hosszas beszélgetéseink után bizonyos nézetazonosság alakult ki. Így 94-ben beléptem a szocialista pártba. A kommunális bizottság elnöke, a Városfejlesztési Bizottság tagja. Bár minden bizottság munkája nyilván roppant fontos szakmailag, de azért én úgy hiszem, hogy e két bizottság tevékenysége figyelembe véve az EKF meglévő és közeledő kihívásait stratégiainak nevezhető. Milyen kihívások elé kerül ebéli minőségében a mindennapok során? Hiszen mondjuk, ha tényleg csak az EKF nagy beruházásokat nézem, azok mindegyike városfejlesztési és kommunális kérdés is.
Hát úgy gondolom, hogy a városfejlesztési kérdésekkel elsődlegesen azok a szakemberek foglalkoznak, amelyek az önkormányzatnál vannak, és bár alapképzettségem révén valami keveset konyítok a város, tehát az épület tervezéshez és ilyen egyebekhez, de meghatározó az ott lévő munka a város szerkezet kialakítására, így beleértve az LKF területeivel egy összességébe. Valójában egy kialakult helyzetről van már szó, ahol már szakemberek, szaktanácsadók révén olyan döntések kerülnek nap mint nap elénk, amelyek meghatározói egy-egy létesítménynek, egy-egy programnak. Ez az egyik a kihívások részéről. Talán ez egy iránymutató a kommunális bizottságban végzett munkánál, hiszen az sokkal szerteágazóbb. Szerteágazóbb, mert az összes közművel, az utaktól teljes infrastruktúrával és egyéb rendeleti és törvényi kötelezettségnek megfelelő állásfoglalást kell ott hoznunk. 98-ban került a testületbe, aztán 4 évenként újra választották. Volt-e különbség ez alatt az időszak alatt? Tehát mondjuk 98-tól most már ugye lassan 10 évet mondhatunk, tehát ez 2,5 ciklus. Ami a közgyűlés munkáját, vagy munkamódszerét, vagy hangulatát illeti. Tehát mennyire volt más 98-ban politizálni, mint most? Hát természetesen. 98-ban, mint kezdőként, néztem, hogy a nagyok mit csinálnak, hisz ez a legtermészetesebb. Voltak meghatározó egyéniségek majdnem minden ágazatban és területen, hogy akkor milyen irányba mentünk, jó vagy jó rossz döntéseket hoztunk, azt majd az elkövetkezendő évek hozzák meg. A második időszak talán egy megalapozó időszaknak nevezhető, amellyel inkább a város egy lendületes fejlesztésébe fogtunk. Ismételte meg kell mondani jó és rossz döntésekkel, mert be kell vallani ezeket. A harmadik időszakunk, én úgy gondolom, hogy az első két időszak örökségének a felmérése, a lehetőségeknek és önmagunknak a vizsgálata, és az elkövetkezendő célok irányába történő egy megvalósíthatóságnak a kidolgozása és a támogatása lehet. Ezt éljük most, ezt az időszakot. Ezt az időszakot érjük most. Hát önt is egy kicsit elszámoltatom, jó? Tehát 2006-ban azt hangzott el, hogy mivel a körzet középpontjában gyárváros áll, ezért a további fejlesztési lépések is onnan kell, hogy kiinduljanak, vagy az lehet az egyik centrum a fejlesztési elképzeléseknek, és a Szibert Róbert Általános Iskola egyik épületének átalakításával óvodát is létrehoznának. Ez volt egy 2006-os terv. Én abban az időszakban egy logikus és reális terv volt. Azon okoknál fogva, ugyanis a keleti városrészben a gyermekek elhelyezésével probléma volt, így lényegében egy olyan elképzelés alakult ki, hogy egy 3 korcsoportos óvoda kerül kialakításra. Sajnos én egy személy vagyok, de az elmúlt 6 évben nem bizonyította a keleti városrész lakossága arra, hogy a gyermeklétszám növekedjen. Ezt a feladatot úgy, hogy magamra nem tudnám átvállalni, de feltétlenül úgy gondolom, hogy mégis tovább léptünk. Tovább léptünk, mert ha szabad kimondanom keleti városrész képviselői, mellettem ül Molnár képviselő úrral, Herin képviselő úrral, egy olyan egységes elgondolást alakítottunk ki, amellyel azt mondtuk, hogy meg kell keresni a legoptimálisabb lehetőséget egy városrész központnak, az iskolájának, és meg kell keresni az óvodai fejlesztéseknek. Így a legjobb hely, legoptimálisabb hely, ki kell mondani az én fájdalmamra, ugyanakkor mégis örömömre, hogy a Csokonai iskolaközpont, amelyik a Pécs, azt hiszem, keleti
városrész kapu iskolaközpont egy nagyon jó fejlődésnek indult, és az létre tudta hozni a tagiskoláit. Nem hagytam fel azzal az elképzeléssel, sőt úgy gondolom, hogy képviselőtársaim támogatásait is megnyerjük, hogy itt, ebben az iskolában folytatódjon az elitképzés, értve a művészeti képzésről, a nyelvi képzésről, a zenei képzésről. Az, ami viszont módosult, lényegében ezt az iskolát is el kell látni a lehető legminimálisabb azon lehetőségekkel, amelyik a tornaterem vagy a zeneterem egy vegyes használatú terem kialakításával kapcsolatos. Így ezért módosultak azok az elképzelések, hogy az említett D-épület, amelyikről volt szó, esetlegesen értékesítés útján az iskola területén egy tornaterem kialakításával módosulna ez a program. Molnár képviselő is említette a tervei között azt, hogy valahogy vonzóvá kell tenni a befektetők számára a keleti városrészt. 2006. októberében, amikor az iménti bejátszás és beszélgetés készült önnel, akkor ezt ön is fontosnak tartotta, tehát hogy a befektetők letelepedését elősegítse. Molnár úr már elmondta, hogy ezt milyen tervek mentén képzeli el. Ön a saját maga által képviselt városrészben hogyan tudja csalogatni a befektetőket, a tőkét, akik aztán ott is maradnak, és hogyha esetleg valami hasznot hoz a tevékenységük, akkor azt a városrész áldásos állapotainak emelésére tudják fordítani. Hát nekem kicsit nehezebb a helyzetem, ugyanis mint az EKF programok, mint közterek vonatkozásában a Szandi sétány, vagy pedig azt hiszem a Fekete Gyémántért bekerült ezekre a programra. Nagyon jó, örülök neki. Ugyanakkor a szociális, tehát a rehabilitációs programban is benne van lényegében Meszes, benne vannak a peremkerülek. Igen, tisztelettel mondhatom mindegyik képviselőtársamnak, nem irigykedek, örülök nekik. Azért, mert a mutató számok, sajnos, Magyarországon ez a leg, hogy is mondjam, legproblematikusabb gond, az, hogy bizonyos szociális ellátottságnál lehet csak tovább lépni, és azon, akik ha fölül van azon a mutatón, az már nem alkalmas a pályázat részére. Így fájdalommal megtört szíved, el kell mondanom, hogy az Újhely térségében ilyen irányú fejlesztések nincsenek. Gyárváros részére ugyanez megvannak. De nem kell megijednünk, hiszen nagyon szép programok készülnek akár a befektetők részéről, hiszen sorozatos jelentkezések vannak, vagy pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy az Alkotás utcai nagy beruházás, amelyet Maszipál tervezésében az Alexandra csinál ezeken a területeken, vagy például az ipari park egyre jobban beépül ezeken a részeken, tehát némileg szépen lassan ez a befektetők elindulnak ebbe a városrészben az ott lévő még szabad területek felé. Kétségtelen, hogyha a város egésze prosperál, akkor minden városrész is ebből hasznot húz, a szó legnemesebb értelmében. Ugyanakkor érkezett olyan nézői észrevétel, ami szerint a peremkerületekben minősíthetetlen a közbiztonság, mit tesznek annak érdekében, hogy ez pozitív irányban változzon. Nem tudom, hogy kimutatható-e számszakilag, hogy a peremkerületekben mondjuk minősíthetetlenebb, mint a belvárosban. Az ember nem feltétlenül ezt tapasztalja, amikor kimegy 10 óra után a városba, de ha így van, akkor mit tudnak önök tenni a képviselői súlyukkal annak érdekében, hogy mondjuk a rendőrséggel vagy akármilyen szervvel együttműködve a közbiztonságot, ami mindannyiunk hangulatjavító eszköze lehet. És ez már mindkettőjükről szól ez a kérdés. Akkor próbáljuk kezdeni én. Hát én átnéztem, ugye most volt a rendőrségnek ugye a beszámolója. Igen. A közbiztonságról, megnéztem Meszes, nem az első helyen áll a közbiztonság negatív listájában. Kertváros előrébb van ebben a dologban. Ennek ellenére tényleg úgy gondoljuk, hogy ebben a kérdésben feladat van. Amit mi próbálunk csinálni, az igazából egy háromfrontos
program lenne. Az első és legfontosabb pontja ennek ugye a rendőrségnek a tevékenysége. Egyébként, aki nem dolgozik rossz mutatókkal, hiszen tudjuk azért ez a közbiztonsági kérdés nem csak Pécs város problémája, azért ez országos szinten egy kicsit más, sőt erre azt mondanám, hogy az oktatásnak is egy kicsit a problémája, hiszen azért tudjuk, hogy a diákoktól még a tanárok is fenyegetettek. Ez lenne az egyik szegmense. A másik szegmense az pedig az, hogy a körülszférát, tehát a közbiztonsági egyesületeket, polgárőrséget milyen módon tudjuk egy kicsit megerősíteni, hogy tudjuk segíteni az ő tevékenységüket úgy az infrastruktúra fejlesztésükben, mint mondjuk a napi problémáik megoldásában, hogy legyen nekik üzemanyaguk például ahhoz, hogy tudjanak járőrözni a rendőrséggel együtt. Egyébként ezek a szervezetek például, ugye a Messzesi Közbiztonsági Egyesület az egészen jó, tehát ővelük tudjuk megoldani azokat az ilyen életünket napi szinten nagyon irritáló, ilyen úgynevezett megélhetési kis bűnözőket, ezzel tudjuk egy kicsit kizárni onnan. És van egy nagyon fontos programja neki, tehát ahol az van, hogy az iskolába próbáljuk bevinni ezt a bűnmegelőzési előzési nevelést és szemléletet, de nem egész kiskorban, tehát ezen a területen tudjuk, hogy szakmunkás képzés van, tudjuk, hogy ugye 12 osztályban gondolkozunk, tudjuk, hogy az oktatás az 18 éves korig tart, tehát az a helyzet, hogy megpróbáljuk azt a 15-16 éves korosztályt megfogni, és nevelni egy picit arra, hogy egyrészt hogy védjék meg magukat, hogy észleljék a veszélyt, hogy tudják elkerülni azt, hogy ilyen deviáns egyének behálózzák őket, és hogy ők maguk is hogy gondolkodjanak ebben a kérdésben, és hogy segítsék azt, hogy egy kicsit nyugodtabb, biztonságosabb legyen a környezetünk. Természetesen ez nem könnyű munka, a feladatnak az elején vagyunk, és én erre azt gondolom, hogy ez egy többéves program. A másik lehetőség, és ezzel kapcsolatosan is érkezett egy észrevétel, hogyha értelmes elfoglaltságot adunk ott az adott városrészben a fiataloknak. Erre is vannak jó példák, például Üszegen is, ahol rendszeresen a majálistól kezdve folyamatosan olyan közösségi rendezvények vannak, amik a közösségi létérzését is emelhetik. Ahogy szerkesztő úr is említette, valójában a fiataloknak programot kellene adni, és a lehetőségekhez képest azt hiszem keleti városrész összes kerületében jelentős számú programok vannak. Herin képviselő úr is, Ferinél is, nálam is 20-nál több program van egyébként, nagy program. Nem veszük, vagy félretesszük lényegében a kisebb összejöveteleket, tehát a kisebb egyesületi programokat. De én tovább megyek ezen az egész dolgon. Ez egy teljesen egy morális kérdésnek tartom az egészet. Ez amikor egy közbiztonsági dolognál visszavezetem ahhoz, amikor egy játszótéren az anyuka nem szól rá a hátrángató gyermekére, és amikor esetleg egy kívülálló idősebb hölgy szól, hogy ne, mégse tegyed ezt, akkor itt már azért el kellene egy-két dologot gondolkozni. Ugyebár több generáció keresztül, ha ez mind halmozódik, akkor eljutunk odáig, ahová eljutottunk, hogy ne talántán erőszakkal folyul, és ne talántán olyan cselekményekkel, amelyek már lényegében üldözendő vagy bűncselekmények. Hát igen, erre nagyon sok jó, meg rossz példát is lehet hozni. Nyilván a szemlélet változásra tekintetben szükség van, de hát én úgy érzem egyébként, és ez most nem témája ennek a műsornak, hogy nagyjából a rendszerváltozás óta szűnt meg az a fajta kollektív felelősségérzet, aminek a kapcsán annak idején még, és még a rendszerváltás után néhány évben is bizony rászóltak az emberre, hogyha késsel felhasította a busznak az ülését, vagy hogyha illetlenül viselkedett bárhol, most már ezt senki nem teszi. Hogy ez mennyiben morális, vagy inkább életmódbeli kérdés, az elgondolkodható, de az tény, hogy ezek a rendezvények sokat segíthetnek rajta. Mégis azt mondják a 70-es körzet 7-74-32-50-ről, hogy nincs elég szórakozási lehetőség a kereti városrészben.
tanulság, az sem elég. Tehát lehet, hogy még többet kell csinálni. Amúgy a belvárosban élők, amely területek képviselő szintén meg fognak majd jelenni ebben a műsorban, nem biztos, hogy nem örülnének annak, hogyha nem a Széchenyi tér adna otthont minden ilyenfajta rendezvénynek. Két személyes üzenet, az egyik Molnár képviselő úrnak, nem idézem, mert a képernyőn volt, egyébként alapvetően dicsérő hangú, bármikor meg lehet önt állítani, és felelőtlen, nem ígérget, ami a politikusoknál igen ritka, tehát ez egy ötös osztályzat önnek. És egy kérdés Sík úrhoz, nem feltétlenül, mint a négyes választókerület képviselőihez, hanem úgy sejtem, mint a kommunális bizottság tagjához. A Pécsi Vízmű vezérigazgatója írja, nézőnk nyilatkozta, hogy cége nyeresége meg hétszereződött. Kérdezem, miért volt szükség másfél év alatt 35%-os vízdíj emelésre, hogy a csatorna díjból a külföldi tulajdonosnak minél nagyobb osztalékot fizessen. Ez egy konkrét kérdés, nem a negyes választókerülethez csatlakozik, ez tény, de az ön képviselői, az ön bizottsági tisztjéhez. Hát igen, a vízmű az egy nehéz kérdés, meg kell mondanom. Két minőségemben is, egy mind a felügyelő bizottságnak az elnöke, egy mind a kommunális bizottságnak az elnöke. A vízdíj egy úgynevezett képlet alapján kerül kiszámításra, amelynek több tényezője van. Többek között olyan tényezők, amely a vízátvételtől kezdve az infláció, tehát behatárol mindent. Az egyik része ezzel kapcsolatosan kommunális bizottság is az önkormányzat közgyűlése is állást foglalt, és felkérte az illetékes tisztségviselőket, hogy a társtulajdonossal kezdjék meg a tárgyalásokat, amely tárgyalások egy másik képleten kívüli vízdíj emeléssel, illetve vízár kialakításával kapcsolatosak. A kérdésnek a második felét, ha még egyszer kaphatnám. A kérdés első része az volt, ami én nem tudom, hogy ez így volt. A Pécsi Vízmű vezérigazgatója nézőnk szerint azt nyilatkozta, hogy a cége nyeresége meg hétszereződött, és ehhez képest szól úgy nézőnk kérdése, hogy akkor miért volt szükség másfél év alatt 35%-os vízdíjemelésre? Hát ha a Pécsi Vízmű vezérigazgatója így nyilatkozott, hogy meg hétszereződött a nyeresége, akkor úgy gondolom, hogy tévesen nyilatkozott, mert tudomásom szerint az elmúlt évhez képest maximum 240%-kal emelkedett a Pécsi Vízműnek a nyeresége. Ebből is egy ingatlannak az eladásával alakult ki ez az összegszerűség. Lényegében a vízdíj áremelése, mint említettem, egy törvényszerűségből, amin az önkormányzat változtatni kíván, és remélem változtatni is fog. Tehát egy új képlet lesz? Remélem nem lesz képlet, remélem lesz egy olyan megállapodás, amellyel a tulajdonosok meg tudják határozni azt, hogy az inflációnak megfelelő emelések legyenek, vagy pedig az én olvasatomban szükségesek-e ezek az emelések. Értem. Mint magánember említettem ezt a... Hát nagyon nehéz elválasztani ezt, hogy önök itt most mikor szólalnak meg magánemberként vagy képviselőként. Az a jó, hogyha az önök szavazói képviselőként is úgy tudnak önökkel beszélni, mint magánemberekkel. Milyen felújítás várható a Fekete Gyémánt téren, kérdezi nézőnk a 20-as körzetet 28-86-37 óra. Ez még kidolgozás alatt van. Itt ebbe úgy kell gondolkodni, hogy ez egy komplex rendszer, tehát nem magában úgy fog felújulni a teret, hogy a Szondi sétány és a Fekete Gyémánt az fel fog újulni, és akkor valahogy teljesen összefüggésten a dolog. Ugye itt beszéltünk a programok kevességéről, ugye a programok egy kicsit azért kevesekként, mert a programokat helyszínen kell megoldani, azért ezek a helyszínek még nem egészen biztosítottak, tehát ez egy összefüggő rendszer lesz, tehát egyrészt meg lesz ennek a Szondi sétánynak a felújítása, amire vannak elképzelések, de konkrét elfogadott terv nincsen, nyilván jellegében meg fogjuk tartani a területnek a karakterét, de ez illeszkedni fog a Budai Vám LP és Bánya közötti kerékpárúthoz, illeszkedni fog a Névten utcai sportagórához, illeszkedni fog a Pákolic Istvánnak a tervezett István közösségháznak a tervezett felújításához, nyilván illeszkedni fog a területen
megjelenő profiton orientált szervezetekhez. Tehát én úgy látom a fejlődésből, hogy esély lesz arra, hogyha ebédelni akarunk kint a területen, mondjuk mert vendégeink vannak, akkor nem feltétlenül a belvárosba kell bejönni. Tehát úgy tűnik, hogy egy kicsit, ha vonzóbb lesz a terület a vállalkozóknak, akkor úgy gondolom, hogy ott a Gandhi tornacsarnok környékén kialakulhat egy ilyen gócpont, ahol már lesz helyi fitnessterem, ami mondjuk nem non-profit, hanem profitorientált, de be lehet menni, esetleg lesz egy kávézó, egy étterem, tehát itt egy ilyen komplex rendszerbe kell gondolkodni, és ezt illeszteni kell, és természetesen, ha megyünk fölfelé, ahogy a Sik László képviselőtársa mondta, ezt a rendszert meg akarjuk csinálni, nyilván meg kell csinálni Szabolcsfaluban, Újhegyen, ugye Üszögön azért már nagy rész kész van a ház, tehát az a helyzet, hogy itt hálózatot fogunk építeni, és ezek a civil szervezetek is együtt próbálnak dolgozni, hiszen ez a keleti városrész, ez ugye nem egy ilyen egy-egy elszigetelt egységben működik, hanem egy komplex egységben, és akkor így próbáljuk egy ilyen összehangolt tervezéssel felhúzni ezt a területet. ISPA, mindkettejük 2006-os megnyilvánulásainak fontos része volt ez. Azóta is működik az ISPA, most éppen Pécs-Somogyban dolgoznak a gépek, amennyire ugye lehet látni különben. Az ISPA kapcsán milyen beruházások valósultak meg önöknél, és milyenek váratnak még magukra, ha van ilyen? Csík úr. Hát a területen lényegében gyárváros az ISPA-val kapcsolatos terület, így az Előd utca és a környéke jelentkezik, valamint Újhegyen a Sövény utcában az ISPA rész. De akkor inkább úgy mondanám, mint a kommunális bizottságnak az elnöke. Tehát az ISPA csoport két havonként beszámol a testület előtt azokról a végzendő munkákról, amelyek folyamatosan mennek. A beszámoló alkalmával kitérnek azokra a hiányosságokra, amelyeket lényegében pótolni kell, és el kell mondanunk, hogy az ISPA-nak a harmadik ütemmel, mint ismeretes, közgyűlési döntése is van, és el is tud indulni. Ez a lényegében vízellátás tekintetében most mondhatom, hogy a saját területünket, Újhegyet érinti, egy teljesen új víztoronya létesítésével, amelyik be fog dolgozni a környező területekre, Somogyit, Vasasra, továbbiakban Meszesre, és ezekre a részekre. Tehát egy víznyomás növelő tényező lesz ezen a részen. Ha az ISPA-nak egyik legfontosabb része lényegében, és ezért történt magának a vízvédő területnek határának a módosítása, a második vezeték, szennyvízvezeték kialakítása, a Pellérdi, illetve a Megyeri úti régi szennyvízgyűjtőtelep között feltétlenül szükséges két rendszer kialakítása. Beszéljünk egy kicsit részletekbe menően a körzetekről. Egy ideje már ugye mindkettejükhez szól mindkét kérdésem, mindkettejükhez szól minden kérdésem. Ugye egy városrészt, főleg ugye az LKF kapcsán, mert most már mindent ehhez mérünk, hogy majd jön a turista, úgy legyen, hogy jön, amikor megközelít, vagy csak áthalad rajta az ember, akkor a leginkább azért, főleg autóból néz ki a területre, akkor a közállapotok, a közterületek állapota alapján ítéli meg. Tehát mennyire tiszták a zöld területek, mennyi a szemetesedény, ha már kiszállt az autóból és el akarja dobni a papír zsebkendőjét. Le lehet-e ülni egy padra? Hogy állunk ezekkel a feladatokkal önöknél? És ha vannak is pozitív eredmények, meg lehet-e őket óvni? Mert a legtöbben arra panaszkodnak, ugye láthattuk a belváros, a Szent István tér környékének komplex felújítása kapcsán, hogy hiába csinosítja ki bárki azt a városrészt, hogyha utána két hét múlva graffiti, rongálás, szemételdobás és a barátai jellemzik a területet. Tehát, hogy lehet megőrizni a kialakított eredményeket? Ugye ez mindig egy nehéz kérdés, mert tehát a közrendhez is mindenkiért. Én erre azt gondolom, hogy ez sem megy egyedül.
Tehát itt is nagyon fontos a helyi lakosságnak a hozzáállás és a segítséget természetesen. Megpróbáltuk átgondolni a rendszert, tehát létrehoztuk a terület gondnoki rendszert, amikor egy-egy egységnek, tehát önálló területfelügyelője van az egy, tehát az én körzetemben és a Szemújegyen is, ugye, és Szabolcsfaluban is ez a Kerekes Gábor volt. Tehát próbáljuk azt csinálni, hogy nem úgy, mint régen, hogy az egyik csoport az összeszedi a szemetet, a másik csoport lenyírja a füvet, a harmadik mondjuk elviszi, esetleg az árokhoz már nem nyúl, mert az a nem az övé, hanem próbáljuk azt, hogy egy-egy területet egységében kezeljük, tehát ezért fontos ez a területi gondnoki rendszer. Megpróbáljuk a lakosságot bevonni ebbe a kezdeményezésbe, elsősorban civil szervezeteket. Most 28-án lesz egy ilyen program, ahol például a keleti részen 40 darab civil szervezetet értesítettünk ki, megadtuk nekik, hogy hol vannak ilyen konténerek letéve, hova lehet gyűjteni a szemetet, ebbe aktívak, tehát megy a bejelentkezés, megy a megkeresés, sok jelentkező van, tehát megpróbáljuk így is kezelni a kérdést, és tehát azt gondolom, hogy a város erre egy picit több erőforrást próbál biztosítani a PVV-tén keresztül. Igen, hát visszakanyarodtunk az a szemléleti kérdéshez, hogy ugye vannak olyan cselekmények, amik talán nem is számítanak bűncselekménynek, talán csak szabálysértésnek, ördög tudja, hogy jogilag ez hogyan van. De nem olyan fajsúly dolgok, amik miatt azonnal rohamrendőrséget kellene kihívni. Tehát látom, hogy valaki sprézi a falat, vagy letör egy visszapillantó tükröt. Na most hát ez tőlem nem elvárható, hogy én oda menjek, és egy jó nagy pofon reményében rendre utasítsam az illetőt verbálisan. Tehát hogy lehetne ezt a fajta szemléletet megváltoztatni, ami nem peremkerületi vonás, hanem én azt hiszem, hogy alapvetően most jelen pillanatban egy magyar vonás, vagy a valamikori egy pártrendszerből feltápászkodni szándékozó országokban ez jellemző dolog, de nem várható el a lakostól. Hát nem várható el a 70 évestől, nem várható el a 20 évestől sem, hogy oda menjen valaki és azt mondja, hogy komám, ezt hagyd abba. Mert az rosszul sül el. Hát, ha kapcsolódhatnak ez a témához, én azt mondanám, felvilágosítás, együttműködés és határozott fellépés. Feri említette, bocsánat, képviselő említette a felvilágosítást és az együttműködésnek a témáját. Én a határozott fellépést említeném, és ez pedig először a köztisztasági rendeletünk az olyan állapot, előkészített állapotban van, amelyik nem sokára tárgyalható. Tehát végig kellett gondolnunk azokat a cselekményeket, amelyek büntetendők, ez az egyik dolog, és szeretnénk egy eléggé határozott rendeletet behozni, amely a közterületekkel kapcsolatos. Legyen az a tisztaságával, legyen az a dohányzással, legyen az pedig a csikkek eldobása az egyik. És remélem meghallják a szavunkat, vagy a szavamat azzal, hogy a közterület felügyelet létszámát fel kellene emelni. Magyarán mondva a jelenlétét, a közterületen történő jelenlét feltétlenül szükséges, és nem azt jelenti, hogy reggel 8 órától 8 meg 8 az 16 óráig, hanem lehetőség szerint az esti órákban és ezeknek megfelelően. Tudom, ez pénzkérdés ez az egész, de ennélkül nem lehet megoldani. De képviselő, az is pénzkérdés, hogyha arra kell fogadni embereket, hogy a mások által elhaigált szemetet mondjuk összeszedjék. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem lenne olcsóbb. Voltak ennek az országnak olyan működő intézményei, mint például a parkőr. Ugye kedves idős bácsikák, sokszor nyugdíj alatt, vagy már nyugdíjban lévő urak, akik nem azzal foglalkoztak, hogy összeszurkálták, vagy nem csak azzal, hogy összeszurkálták a tejfölös dobozt, hanem rá is szóltak az emberre, vagy a fiatalra, hogy ne dobja el. Ez nem biztos, hogy ez drágább megoldás lenne, mint kivezényelni 30 közmunkást és összeszedni velük. Ezzel is egyetértek, amit szerkesztő mondt, és még egy van, még egy biztosíték. Az összes köztéren köztéri kamerarendszer lesz beépítve. Hát csak ne elérhető magasságban. Hát reméljük. Reméljük, hogy megmarad, mint ahogy reméljük a közvilágítás is megmarad. De hát ezzel kapcsolatosan lényegében képviselők tehetetlenek. A közbiztonsága kapcsolatban van egyébként a közvilágítás kérdése is, amit ön említ. Ugye hát az szerintem egyenes összefüggés van a között, hogy hol történik több
akár bűncselekvény, hát mondjuk, hogy történik több disznóság, ott van sötét van. Ugye e tekintetben hogy állnak a keleti városi részek? Nem feltétlenül utcáig. Igaz a dolog. Nem? Tehát például, mikor a Fekete Gyémánti garázs soron megcsináltattuk a világítást, akkor azonnali hatállyal feltörtek 3-4 garást, és a megállapítás az volt, hogy láttak dolgozni. Persze nem biztos, hogy így van, de tulajdonképpen egy ilyen jellegű jelzés jött. Visszatérve a közbiztonsághoz, én erre azt gondolom, hogy a civil szerveződések és a helyben lakók nagyon fontos szerepe van annak. Fontos szerepe van abban, hogy jelezzenek. Ha a jelzések bejönnek, ha befutnak, akkor viszonylag gyorsan tudunk intézkedni, és erre azt gondolom, hogyha, tehát ez egy kicsit ilyen állandó vegzálásnak van kitéve, tehát nem törhet zúzat, rongálhat nyugodtan valaki, mert tehát például lesz arra, hogy megfogják őket, akkor persze ez változhat. Ez természetesen megint egy lassú folyamat, és ehhez kell azt a hármas összhangot megcsinálni, hogy tulajdonképpen a nevelés, a felzárkóztatás, a helyi civil szerveződőség, mint a polgárőrség és a rendőrségnek ez a szoros, harmonikus, hálózatos együttműködése, ez segíthet. Legyünk most egy kicsit kevésbé hivatalosak, így körülbelül 5-6 perccel a műsor vége előtt. Talán nem járok messze a valóságtól, hogyha azt mondom, én kimondhatom, önök maximum azt mondják, hogy ez nem így van, hogy nem most éljük azokat az időket, amikor a legjobb a városban MSZP-snek lenni. Ez most nem könnyű időszak a párt számára sem, ha jól sejtem. Hogy élik meg ezt önök? Kezdjen. Nem provokatív a kérdés. Egyébként ugye sokan a mostani városi MSZP tagjai közül akkor léptek be az MSZP-be, amikor az ellenkező irányú szelek fújtak országosan. Tehát és közvetlenül a rendszerváltás után is ugye sokan mondták, hogy akkor nem volt könnyű MSZP-snek lenni. Én úgy hiszem, hogy most se az. Én úgy gondolom, hogy politikusnak talán sosem könnyű, hiszen nagyon sokféle elvárásnak kell megfelelni, természetesen minden embernek is mindig pozitív nem lehet. Én erre úgy gondolom, hogy nem csak politikusok vagyunk, és nem csak MSZP-sek vagyunk, hanem mi szegődtünk egyfajta feladatra, mégpedig arra, hogy el fogunk végezni egy olyan munkát, amitől az emberek jobban fogják érezni magukat a lakóhelyükön, a környezetükben és ebben a városban. Az, hogy nem könnyű MSZP-snek lenni, nekem ez abból a szempontból nem tűnik fel, hogy nem ezzel foglalkozom napi szinten, hanem azzal foglalkozunk napi szinten, hogy a feladatokat elvégezzük. Természetesen gondolkodunk ebbe, hogy ezt a jelen állapotot hogy fordítsuk meg, mert én erre azt gondolom, hogy azért nem egy szívderítő állapot egy politikusnak, mikor nézi ezeket a mutatókat, de hát amikor keménynek kell lenni, amikor rendszereket kell átalakítani, akkor bizony elég nehéz népszerűnek lenni, de mégiscsak azt gondolom, hogy a feladat és a fejlődés a legfontosabb ebből a szempontból, aztán majd ráérünk azon gondolkodni, hogy a népszerűségi mutatónk az hogy fog felfele menni. Hát ugye a médiumokból ez dől, hogy bizalmi válság a kormány, bizalmi válság az MSZP felé. A képviselő a saját kis utcájában, a saját kis területén érzi ezt? Én úgy gondolom, hogy az embernek legyen meg a hite, és legyen meg az elve, és végezze a munkáját. A többi az már megítélésnek a kérdése. Nem kell azzal foglalkozni az én olvasatomban, hogyha elvégzi a munkáját, hogy megpróbálja, a lehetőségekhez megfelelően képviselni a rábízott kerületet vagy területeket, és hogyha ezt elhozza, akkor mindegy az, hogy milyen képviselő legyen az, más párti képviselő, akkor és ha egy ilyen szimpátia hullám veszi körül az egészet, akkor természetesen könnyű annak lenni.
Most az, hogy az a szituáció, hogy nehéz döntéseket kellett meghozni, és amikor senki nem kérdezi meg a képviselőtársaimat, vagy engem se, hogy te aludtál aznap éjszaka, hogy amikor be kell zárnod egy iskolát, vagy ezt, vagy azt kell csinálnod, vagy dönteni kell különböző feladatok között, te hogy érzed magadat, mert meg kell hoznunk ezeket. Tehát el kell végeznünk a feladatunkat, hittel, becsülettel, tisztességgel, és akkor azt hiszem, hogy vállalhatjuk azt, hogy MSZP-s képviselők vagyunk. Uraim, ehhez kívánok én önöknek jó egészséget és kitartást. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Az elmúlt egy órában, hölgyeim és uraim, a képviselői fogadóra című interaktív fórumisort láthatták itt a Pécs TV-ben. Köszönjük szépen kérdéseiket és észrevételeiket. Legközelebb április 1-én, kedden este 7:30-tól tartunk képviselői fogadórát, akkor dr. Hoppál Péter és Kőveri János urak, az 5-ös és 6-os számú választókerület képviselői lesznek a vendégeink. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra, minden jót kívánok. Viszontlátásra.